A már bajnok Peac az MB2-es női kézilabda bajnokság zárófordulójában az Albafehérvár KC U22-es gárdáját fogadta hazai pályán. 30 perc játék után egyik csapat sem tudott előnyt kialakítani, így 18-18-as félidei eredménnyel fordultak a második játék részre a felek. A pihenő után Horváth Virginia vezérletével 3 góllal sikerült meglépniük Papp László tanítványainak a fehérváriaktól, amit a mérkőzés végéig tartani is tudtak. Sajnos az osztályozót így nem sikerült elkerülnie a fiatal kézilabdázóknak, viszont az ünneplésre így is bőven akadtok, hiszen amellett, hogy győzelemmel búcsúztak az idei szezontól, a bajnoki címet is megszerezték Papp László tanítványai. Hullámzott a játékunk, az, az igazság, hogy ami eddig az erősségünk volt, a védekezés és a jó kapus teljesítményben az első félidőben rettenetesen adósak maradtunk. Ez azért valamennyire a második félidőben följavult. Az első félidőben is lőttünk elég gólt. Nyilván a két védekezés közötti különbség az elég komoly volt, és az Alba régi javára. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a nyújtott védekezésünk ellenére hízelgő, vagy a támadásunk ellenére hízelgő volt számunkra a döntetlen a félidőbe, de a második félidőben kicsit azért ezt azért sikerült legyőzni, és úgy gondolom, hogy sokat javultunk védekezésben, kapus teljesítmény is egy kicsit már akadt, és a támadásaink befejezése inkább úgy mondanám, hogy nem romlott. De azért ez egy elég kiélezett mérkőzés volt, úgyhogy szerintem ezt ugye a másik fél idő közepén azért már lehetett látni, hogy itt nem gólarányjavítás lesz, hanem a biztos győzelmet kell megszerezni. A Peac a bajnokságban 22 találkozóból 21-szer győztesen hagyta el a pályát, és mindössze egy alkalommal szenvedett vereséget. A mérkőzés után Papp László együttesének tagjai a bajnokcsapatnak járó aranyérmeket is átvették. Én le a kalappal a lányok előtt, szóval nyilván lehet itt azon fanyalogni, hogy miért kaptunk itthon igen nagy komoly gólkülönbséggel a Szekszárd ellen, mert ha az nem történik, de nyilván ezt a csapatot 9-re vertük idegenbe, a másikat is, másik riválist is 9-re vertük idegenbe, tehát valahol azért visszahoztuk azt a hibát. Ennek a versenykiállásnak köszönhetően sajnos ez sem elég a közvetlen feljutáshoz. Ennek én nagyon, hogy mondjam, nem örülök, mert már évek óta küzdünk mindenféle Covid, meg mindenféle problémával, ami nem gátolta a feljutásunkat. Nyilván most, ha úgy alakul, elmegyünk egy osztályzóra, és ott teszünk meg mindent azért, hogy magasabb osztályba szerepeljünk, mert továbbra is az a célunk, vagy sikerül, vagy nem, de remélem, hogy ezt a vagyot el is felejthetjük, hanem, hogy sikerül. Továbbra is az a célunk, hogy egy osztályra feljebb szerepeljünk.